Tiszteletem, hölgyeim és uraim! Elég rég jelentkeztem, Jani bácsi újra a fedélzeten, és hát remélem, ma egy nagyon érdekes dolgot fogok nektek megmutatni. Egy kicsit bonyolult lesz, nem lesz túl egyszerű, de higgyetek el, hogy ez megéri. Most bár, még mielőtt bármit elkezdünk, előre szólok, hogy ez egy nem magyar étel, tehát nem magyar eredetű, és kell hozzá két dolog. Tehát vagy egy ilyen beef stew, bisztú, ez itt kapható, és egy gombaszósz is. Szóval ez por, tehát gravy. Ez itt gravy lesz, és ez pedig hát season fűszer, tehát fűszerkeverék. Ez marha stew, fűszerkeverék. Na most, ha ez nincs semmi baj, mert meg lehet oldani másképp is. Szóval a fűszerezését, de így sokkal egyszerűbb. Na most itt van nekem ez a szép marhahús, amit megmostam. Másfél kiló egyébként, és ezt a fagyút, ezt a kövér dolgot, ugye ezt nem használjuk fel, nincs rá semmilyen szükség senkinek, hogy fagyút együnk, zsíros nyavaját, igaz? És hát ettől megszabadítsuk. És látjátok, itt is, itt benn van egy jókora adag. Na, semmi baj, mert ezt egyszerűen így átvágom. Így. Ezt pedig innen ki fogjuk metszeni. Ezt a darabkát. Ezt a háromszöget. Hoppá, kicsit több lett, mint kellett volna. Nem baj. És ez ne legyen itt benne, igaz gyerekek? Ha nem muszáj. Itt elvacakolok egy darabig biztos. Jó, majd ezt rendbe hozom. Lényeg, hogy itt szabaduljunk meg ettől. Mi mérőbb. Jó. Itt is van egy darabka ilyen in. Nehezen puhul. Na, mi van még? Van még? Hát, egy kicsi. Ezzel semmi baj különben. Egy pici marad, nem, de én nem akarom, hogy maradjon vett a sem ennyi. Oké. Jó van, itt van még ez az arab. Kimetszük. Itt is. Mindig ott van. Jó, hát itt ez egy egész hártya van itt, hát ezt majd később csinálom most azzal. Nem terítjük a kamerát, illetve hát a filmet. Na most ugye, hát pörkölt, végül is pörköltet készítünk. Nagyjából, még nagyjából pörköltszerű. És hát figyeljünk arra, hogy körülbelül milyen méret lesz. Hát ez a hús, ez össze fog menni, és körülbelül, mint a krumpli, kb. Akkora lesz, igaz? Nagyon szép hús egyébként. És hát így. Ilyen bite size méret. És ugye felvágjuk. Három lesz. Oké, egy. Három. Jó. Így. Jó.
Felcsikozzuk. Ezt így akár meg is lehetett volna grillezni is, igaz, gyerekek? Felcsíkoztam. Jó? És akkor a szokásos módon ugye, hát én így vágom ilyen ferdén egy kicsit. Ugye ezt jobban néz ki, már nem pont kocka lesz. Így, gyerekek. Jó? Tettem olajat, amelyet fölforralt. Magas hőfokon dolgozunk, és itt van az összes húsérem, és ezt bele fogjuk ide tenni. És magas hőfokon fogjuk tulajdonképpen csütni 7 percig. Megnézzük az időt. Jó, 25 van. És akkor tehát az a lényeg, hogy sűrjön. Semmilyen fűszer, semmit nem teszünk rá. Gyönyörű hús, amit látjátok ti is. Kicsit most visszahűtötte az olajat, de azonnal vissza fog menni. Oké. Elkezdtem összevágni a megpucolt, tehát lehámozott gombákat. És egyidejűleg fogjuk készíteni majd ezzel a hússal. Remélem jó a kép. Igen, úgy látom, jó. Control monitor, mármint a telefonom a control monitor most. És gyönyörű szép gombát kaptam ma, voltam vásárolni. Ebbe a másik edénybe beleteszünk körülbelül 5 deka vajat. Megolvasszuk. Most ugye a marahús az elég sok vizet enged, tehát ezt fogjuk hagyni egy kicsit kimenni belőle, mert még nem jó. Úgyhogy még adunk egy hőfokot, kicsit többet. Megolvadt a vaj, ráteszem a gombát, elkezdem dísztelni. Az ott rizs, de nem ehhez az ételhez van. Majd fogok csinálni egy kis lecsót kolbásszal. Szokásos, hogy itthon vagyok, nagyon szeretem azt reggelire enni. Jó. Hagyjuk ezt kicsit a vizet kipárologja. Tehát itt a 7 perc most nem lesz igaz. Nagyon vizes ez a hús. Hát akkor kicsit több, hát mindegy, nem? De hát a recept szerint 7 perc volt írva. Ami a legtöbbször nem igaz, minden úgy, ahogy a receptekbe leírják az időket is, nem mindig igaz. A tészta főzéseknél vagyok megakadva, ott azt mondja, hogy 7-től 10 perc, és még 15 perc múlva is kemény. Szóval, jó, hát idő van. Illata az jó. Eltelt körülbelül egy olyan 4-5 perc. Gomba kezdi visszaadni a vizet, először felszívja, és kérem 3-4 evőkanál liszttel meghintsük, és szépen meg fogjuk barnítani. Egy kicsit ilyen zsemle színűre, így ezzel a gombával együtt, szép nyugodtan. Oké, így ahogy látjátok, bevonta a gombát, szép lassan kevergetve, legyen egy kis szín, nem kell megpirítani teljesen. Kis zaj van, a szívót beindítottam, a gyerekek itt elkezd pörkösödni most már a liszt meg a gomba együtt. Úgyhogy jó úton vagyunk, jó az irány, és én azt mondom, hogy most már le lehet kapcsolni,
így maradjon a tűzön, ami még van a pratiba, az elég, és egy kicsit most pihenni fog, mivel hogy várnia kell a sorára, amíg sor kerül. Most itt pedig már csökkent a vízmennyiség. Hát kis türelem. Nem is tudom, mire mondta 7 perc. Mondjuk ott nem volt ennyi leve. Kevesebb húcs volt. Hát ez lesz 10 perc és 15 is. Mire ezt azt tudom tanácsolni, ha úgy döntesz, hogy elkészíted ezt az ételt, és hát így neked is ilyen sok víz lesz, akkor ne pánikolj be, hanem tanulva ebből, itt látod, mi történik, el fog tűnni. Kis türelem kell hozzá, húsnak semmi baj nem lesz, tehát nézd oda, most már kezd eltűnni a víz, szívó megy, kiszívja a párát, és a lényeg, hogy ez menjen ki belőle. Ugye? Menjen ki. Még kell egy kis idő. Hát itt a 20 perc, ahogy számol. Tessék, törkötödik a hús. Nézd oda. Kicsit megtörkölj. Egyébként a bográsban is szokták ugyanezt csinálni, amit most itt láthatok. Egy és ugyanezt. A bográs gulyásnál ugyanígy. Ugye ezt letörtöm. Tehát ott beledobja a hagymát, én napérem. Itt már víz nincs, leveszik a hőfokot, levettük. Mutatom a továbbiakat. Itt van ez a szűrő kanál, és ezzel a szűrő kanállal kiszedjük a húst. Gyönyörű. Illat is. Jó? Tehát... Van az a pörkanyag, azt hagyjuk, arra szükségünk van. Csaporom itt össze mindent. Mindet kiszedjük. Egészet. Visszatesszük. Felerősítjük újra a tüzet. Tehát újra felerősítjük a tüzet, újra. Mármint az olajat, na, fölhevítjük újra az olajat. És már is rátettük a hagymát. Vörös hagymát. Igen. Nagy hőfok. És ezt a pörkanyaggal szépen átdolgozzuk. És hagyjuk a jó kétharmad fölött a hőfokot. Hát a háromnegyed körülbelül. Jó? És megdíszteljük. 5 perc. Letelt az 5 perc. Egy egész répa, fehér répa, 3-4 vékony az ezer szár, amely továbbra is ugyanezen a hőfokon, 7-es percig, ne legyen, legyen 10 perc, jó? És dinsztelj tovább az egészen. Eltelt 10 perc, 4-5 gereznyi fokhagyma következik, amelyet szintén már gyerek az zöldség elkezdett pörkölődni. Egy picit meghúzzuk a fokhagymát, 1 perc nagyjából. Már jelentkezik az illat. Tehát még mindig magas hőfokon vagyunk. És az érdekes rész, paradicsom paszta, tehát ez a püré magyarul. Két evőkanál itt. Ide lehet tenni, és tulajdonképpen megsütjük, egy kicsit átforraljuk magát ezt a sűrítményt. Ez az egészszel,
Tehát itt most már figyelni kell, mit csinálunk. Oké. Tehát megy oda, kap egy kis színt, illatot, ízt, ennek egész más aromája lesz, ha így megpirítod egy kicsit a sűrített paradicsomot, megsütöd tulajdonképpen így a fokhagymával, így együtt ezek az illatok, hát el lehet ájulni, olyan jó. Annyira kellemes. Na most egy olyan másfél deci paradicsom pürét teszünk. Pürét, tehát ez már, illetve szósz, az a püré, ez az mindegy végül is, tehát ez nem sűrítmény. Átdolgozzuk. Ezt is. Másfél, két deci bor, hát ez mennyi, ez itt? Itt az, ez mennyi, fasz, ugye nincs rá jó decibe. Mindegy, vörösbor legyen, ha lehet, akkor száraz vörösbor. Ne sajnáld. Hát ez arra majdnem két deci, igaz? Volt. Forraljuk. Na most a fűszerezés, gyerekek. Oregano, bézil, tehát oregano, bazsalikom, stb. Ilyen olaszos fűszerkeverék, vagy pedig használod ezt a bizonyos Stoube fűszerkeveréket, és egy az egész. Szóval nem kell megijedni, hogy hogyan fűszerezed. Bazsalikom, thyme, stb. Tehát egy kicsit ilyen, vagy egyszerű olasz fűszer keverékkel, egy olyan fél evőkanálnyival meghinted. Én most ezt ki fogom hagyni, ugyanis én ezt a másik megoldást használom. És gyerekek, most jön az, hogy már elkezd csapkodni, nem zárom le a kamerát. Forró víz, tehát magyarul jó meleg víz végül is, és felöntsük. Jó? Ez a Pinot Noir Kaliforniai 20-21-es vörösbor, amit használtam. Elkezdett forni, szép lassan visszateszik a húst. Oké. Remélem ez, most csak elég lesz az edény. És mielőtt teljesen felforna, ugye beletesszük a gombát ezzel a lisztes bevonattal, ezt szépen le fog róla oldódni, és kicsit sűríti majd nekünk ezt a Stoube-ot. Rendkívül jól néz ki, szépen leoldódik róla. Alright. Még mindig nem ízleltem meg semmit, még nem is fogom. Egy fél evőkanálnyi, kicsit több is van, kivételesen magyar piros paprikát használok, és kevés borsot fogok rátenni. Így. Igen. Sötétebb lesz a színe így. Jó, gyerekek! Keresünk egy fedőt, amiután fölfort, leveszük a hőfokot, lassú tűzre tesszük, és 60 percig fogom főzni fedő alatt. Itt van hátul. Alright, gyerekek, mindjárt visszanézzük. Nagyon gyors leszek. Ígértem nektek egy lecsót. Ugye? Disznózsír. Úgy értem, hogy töpörtyűzsír. Ugye ez a disznónak a hájat. Én kiszoktam sütni. Hagyma.
Én együtt csinálom a múlti kis maradék ilyen-olyan paprika. Ezt kicsit szeretem apróbra vágni. Így ennél is jó van, így jó. Kettő elég lesz. És felerősítünk. Megdíszteljük. Akkor mindjárt az elején érdemes egy kicsit megsózni. Hamarabb fog puhulni ide az egész. Úgy derült égből a villámcsapás, jutott eszembe, hát nekem van itt halapinyom. És mivel, hogy az évi nem tart igényt a lecsomra, meg úgy általában a lecsóra, ezért én megküldöm most egyből ezzel a gyönyörű, ízletes, nem tudom mennyire csípős, mert ezt most hoztam, még nem próbáltam ki, de mindegy, ha erős, ha nem, akkor is beleteszem, mert a íz miatt. Biztos van már otthon, hallottam, hogy volt olyan, aki kereste, nem talált, de már többen jelezték, hogy kapható otthon is a halapinyom. Sőt, a receptben láttam egyik a Mészieknél, hogy ott mondja is, hogy halapinyó. Meg a Fekete Laci fia, tudtam a nevét, amikor a marha nagyokat esznek, az is mondta ott a halapinyót, mutatta is. Jó. Fokhagyma. 4-5 gereszt. Legalábbis az én ízlésem szerint. Amit szintén egy kicsit megpirítunk. Jó? Na, ez erős lesz. Angol szólítja a népét. Ajaj. Ez már szúrva. Ez már most belülről szúrja az orrom. Jó lesz. Látom, hogy ez nagyon jó lesz. Jó, kicsit a fokhagymát meghúzzuk rajta. Darabos paradicsom. Pár perc. Bors. Só már volt, igaz? Emlékszünk. Mindjárt az elején. Paradicsom szósz. És ugyanannyi víz. Gyerekek, ez ilyen. Ez ilyen lesz. Nekem ez itt Amerikában, ez a megoldás bejött nagyjából, és hát így tudom megoldani a lecsó igényemet, amit én megszerettem. Még így ebben a formában is. Hát ilyen. Levesszük. Hőfok. És majd fél órát főzöm. Hát kérem, eltelt nem 60 perc, hanem majdnem, hogy 2x60 perc. Ugye, Isten útjai, hogy mondják? Kiszámíthatatlanok? Úgy szokták mondani. És kérem, itt van. Szóval a hús megpuhult. Mara nehezen puhult meg. Na most innentől, most már tulajdonképpen a befejező rész jön, kérem, és hát ennek a felét. Mennyi ez? Rátesszük.
nyugodtan, az már nem múlik. Tehát zöld borsó, konzerv, ez meg van főve. És most jön az érdekes rész, mutatom. Tehát, mint mondottam, nem raktam bele, ugye, itt kellett volna sok minden, ugye a köménymagtól kezdve nagyon sok mindenfajta dolog, de hát ez mondom, nem magyar gulyás, hanem stúb, American stúb, amerikai stúb, végül gulyás, meg gulyás, mondhatod azt is. A stúb tulajdonképpen majdnem ugyanaz, millió változat van, ez egy változat, amit most láttok. Feloldjuk ezt a fűszerkeveréket, és meg fogom kóstolni. Eloldódott a sótartalom. Semmi baj, ez pont kell, ennyi kell hozzá. Ez a íz is. Jó, gyerekek, tökéletes. Ja, most nem kóstolunk, hanem ezt szépen ide beleengedj. Így, ahogy van, ez a só tartalom, ez kell hozzá. Így, ami ebbe volt, és az egyéb. Ebben minden olyan fűszer benne van, gyerekek, ami az amerikai gulyáshoz kell. Tehát a bazsalikomtól kezdve a thyme, melyik az a rozmaring, egyebek. Ebben minden benne van, és tökéletesen ugye be fogja ízesíteni nekünk ezt az ételt. Most ami még van, és itt egy kicsit aggódok, de majd mindjárt meglátjuk. Az ugye nem más, mint a krumpli, hogy mennyire fogja ez most. Lehet, hogy edényt kell cseréljek, gyerekek. Nem, jó van. Jó van, ez így szépen a lassú tűzön, kb. 20 perc, annélkül, hogy kifutna, vagy mellé menne, pont jó, még a födőt is rá tudom tenni. Tehát akkor vagyunk készen, időzítésem, pont jó. Tehát amire az Évi megjön, akkor vagyunk kész, így kell venni. Most van fél öt, lesz 3 perc múlva, és akkor addig még főzzük. Tehát 5-ig főzzük, gyerekek. Lefedem az, mindjárt visszamelegszik, a lassú forrásba megy. És végül is tálalást majd mutatom. A gyerekek, elnézést, hogy nem a megfelelő angolt használom a legtöbbször. Mert ugye én majd mindig azt mondom, hogy stew, tehát itt a V-t ki kell hagyjuk, tehát beef stew, ennyi, stew, nincs V betű. Amit még szeretnék elmondani, mutatni, következő videónk lesz, ezt még ma felveszem, de ez egy külön videó lesz, gyerekek, itt van, disznóhús, egy kézzel, hogyan, így, ez egy disznóhús, és le van kockázva, ilyen jó formás. Az tegnap óta le van száraz pálca, tehát le van fűszerezve, és kérem a Évi kérésére holnap szombat. És hát közeledvén a lenyugdíjazásom napjához egy saslikot fogunk összehozni. Még itt vannak a pálcák, ezt még ma ráhúzogatom. Le lesz takarva, és holnap a grillen lesz megcsinálva. Tehát, ez egy külön videó lesz. Na most még ehhez a leves stúhoz lehet tenni kaport, ha akarsz. Úgy, amikor már tányérodon van, egy picit tehetsz hozzá. Nem teszek bele, mert Évi nem szereti a kaporízt, így a ételekben nagyon. Kivéve ugye a kapros túrós palacsinta, és hát ugye az öcsék zöldje, ami most csak így fagyasztva van itthon. Majd most már hétvégén kell hozzunk. Szóval ezt a két dolgot még lehet beletenni,
ezt mindenképp, ezt meg csak a tányérba. És hát az erős. Jó, gyerekek? Ennyi. Ez a sasrik dorom, ez mondom, hogy holnap ezek a pálcák, holnapi téma lesz. Még berakhattam volna a fogam, de nem tart sokáig. Ma hajvágás, egy. Hajvágás, kettő. Ágnes küldött pár ilyen aranyköpést, hogy amikor van egy terhes nő, és ugye szép nagy már a hasa, oda mennek, simogatják a hasát, ugye megpastyogják egy kicsit, és megdicsérik, hogy milyen szép munka volt, hogy hát terhes, meg milyen szép nagy már a hasa. A felháborító ebben az egészben csak az, hogy senki nem megy oda a férfinak a farkához, ugye, mert hát ez kellett hozzá megsimogatni, és megpaskolni egy kicsit, hogy, és megdicsérni, hogy haver, ez szép munka volt. Na, ennyit akartam csak elmondani. Kérem tisztelettel. Vacsora idő. Na, Éva, hogy mit szól ehhez az ételhez? Tettem bele nokedlit. Ja. Ez nem pont nokedli, ez a nocsi. Csipetke helyett van. Speca. Eredetileg nincs benne, ezt tudod? Csak mi rakunk bele. Nagyon finom. Nagyon finom. Boros. Hát tulajdonképpen ez a beef. Beef, borganéze, vagy mi a jó Isten. Borgon, nem tudom kimondani. Tehát burgundi. Burgundi brief, annak a egyik változata. Nagyon jó. Vörösbor miatt, de nem érzed rajta se a vörösbor, semmit. Nem. És látod, így benne se kömény, se isteny, és benne van a stúfűszer keverék. Az az összfűszer, meg egy pici kis bors, meg paprika. Azzal van csak kiegészítve. Sok-sok paradicsom. Egy pici sót én azért teszek vele. Hát tegyél. Én nem sóztam, attól tartottam, hogy majd sós lesz a fűszer keverék miatt, tudod, a mix miatt, de nem lett sós, szerencsére. Meg ugye, még amennyire sós is volt, a krumpli felvette, meg az öt borsó. Na hát, ilyen lett. Véleményem szerint az egyik legjobb, finom lett. Mondjam azt, hogy gulyás, mondom azt. Mindegy, amit valaki készítettem, én ugyanis már megkóstoltam. És kiegészítem egy kis nocsival. Nocsi? Mi ez pontosan? Spezzo. Spezzo, ja. German spezzo. Ja. Annyira finom. De annyira hogy jó. Gyerekek, ennyi. Szofiféle menü. Tojásos speciál. Tojást ütöttem neki rá. Ja. Meg ő csinálta. Meg aztán ő még tett rá külön még. A Szofi még tett rá tejfölt is, meg sajtot. És plusz vannak ezek a krumpli golyók? Az krumpliból van? No, ez chicken, popcorn chicken. Ez popcorn chicken? Igen? Ja. Szóval ezek vannak most, ez a mai eklézsia. Narancslé, kóla. Évi azt mondja, eszik kenyeret, de úgy látom, nem eszel. Évi nem tud leszokni a kenyérről, én igen. Na mindegy. Úgy eszed, ahogy akarod. Raktunk bele egy jégkockát. Meg amit pont jó? Ja, krumpli megfőtt, ugye? Arra vártunk. Kellett várjunk egy 10 percet. A gyerekek, köszönöm, hogy végignéztétek. Még ma föl lesz szurkába a holnapi menü, tehát a sasrik föl lesz szurkálva, és hát az egy külön videó. Köszönöm, hogy végignéztétek. Ha tetszett a videó, kérjük a lájkokat. Ha nem tetszett, akkor kétszer kérjük a lájkokat. Maradjunk tisztelettel. Jó egészséget, Jari bácsi, Floridából. Bye-bye!